Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! A mai videóban folytatnám a Volkswagen hivatalos modellgyűjtemény sorozatunkat. Megjelent a legfrissebb 63-as szám, ami nem más, mint a Charan 1995-ből. Úgyhogy ezzel a modellel ismerkedünk most meg a szokásos menetben, úgyhogy tartsatok velem, hogyha érdekel titeket, és akkor már is belecsapunk. Hát íme egy nagyon szép modellt kaptunk ismételten. De ezt picit félreteszem addig, amíg az újságba bele nézünk. Így néz ki az újság eleje. Megmutatom, hogy mi lesz a következő szám, addig még el nem felejtem. A 2 hét múlva a 64-es számban a Golf variant, a 3-as Golf variant 93-ból. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon jó modell. Szerintem ez is kapós lesz. Na. Akkor nézzük. Valami egészen új címmel indul a története a Charannak. Ugye akadt egy modellprogramban egy piaci rés, ugye a Passat variant és a Multivan között. Ezt a rést kívánta a Charan kitölteni 1995-től. Egészen 2010-ig gyártották ezt a Charan típust. Akár 7 személyesként is lehetett vásárolni, és ugye ez a Forddal közös projekt, méghozzá 1991-ben határozta el a két cég, hogy egy vegyes vállalatot hoznak létre, amelynek az alapjait le is tették Palmela városában, Portugáliában. Fele-fele arányban részesedett ebből a vállalatból a két koncern, és ugye ebből az együttműködésből született a Ford Galaxy, illetve később a Volkswagen megcsinálta a saját Alhambrát is. Ugye ez a három modell, ez teljesen egyforma volt, az embléma, az orrán lévő embléma különböztette csak meg őket. Kezdetben a Charan egy VR6-os 2.8-as 174 lóerős motorral jelent meg, aztán később jelent meg egy 2 literes benzines is, és egyébként nagyon sikeres projekt lett ez a Ford-Volkswagen házasság, mert rengeteget eladtak belőle, rengeteg Charant eladtak Németországban is, de nagyon népszerű volt a Galaxy is, az Alhambra is, rengeteget lehetett belőle látni a hazai utakon is. Most már azért egyre kevesebbet lehet látni, de azért még mindig lehet látni, hogy itt-ott azért feltűnik az utakon. Úgyhogy rendkívül népszerű modellek voltak ezek. Na nézzük is a képeket, ennyi kis ismertető után. Ugye itt fölül, hát itt szemből oldalból láthatjuk, ugye, itt is leírja, hogy a Charant elsősorban az orr részén lévő márkajelzés különbözteti meg a Ford és a Seat testvérmodelljeitől. Akkor itt láthatjuk hátul nézetből. Magasra nyílik a Charant csomagtartó ajtaja, osztott lámpatest van rajta, és egészen a lökhárítóig leér. Már maga a csomagtér ajtó. Lapozunk egyet, akkor itt a következő oldalon itt egy prospektus képet látunk, mellette itt egy idézet. A Wolfsburgiak első igazi nagy egyterű limuzinja, amely 1995 márciusában debütált, jól sikerült, kompromisszum volt. Egyébként, hogy a Genfi autószalonon mutatták be 95-ben. És itt is van ugye a kis magyarázatban gyártási helyszín, Palmela.
Itt láthatjuk a belterét a saránnak. Ilyen íves formák uralták a műszerfalat. Lapozunk egyet, akkor itt láthatjuk egy kicsit a belterét. Teljesen meggyőző a sarán nagyvonalú helykínálata. A belső teret könnyű variálni a dönthető előre-hátra tolható és kivehető üléseknek köszönhetően. Itt meg a csomagteret láthatjuk. Kétszeresett Tátrán szelvarráson. Először 1998-ban volt egy kisebb, aztán egy nagyobb, átfogóbb ránszervarrás történt 2000-ben, igen. Aztán itt a műszaki részekből egy Tiptronic fátorról ír, ugye ezt 1990 óta használta ezt a Porsche féle megoldást, amelyet a Volkswagen és az Audi modelleknél is alkalmaztak az automata kézi váltására. Illetve a részecske szűrő, ugye a dízelmotorok kipufogó gázában lévő részecskék kiszűrésére Volkswagen koromszűrőt alkalmaz, meg német rövidítése DRPF, angol rövidítése pedig DPF. Ez egyébként 2005-től széria kellék a Charan 2 2 literes TDI-nél. Ma úgyhogy hát ilyesmiket lehet olvasni itt az újságban. És akkor elcsérkezünk ide a történet végéhez. Pár apróságot még itt kiemelnek nekünk. Aztán itt vannak a műszaki adatok, amit így megmutatok nektek. Ugye motorokról szépen leírja a teljesítményt is, ugye 1.8-as, 2 literes, 2.8-as benzines motorok voltak, és dízelből volt 2, egy 1.9-es és egy 2 literes. Érdekes, hogy darab számomról nincs adat, hogy mennyit, hány darab készült el. Na úgyhogy itt lényegi része ennyi is az újságnak, itt a következő oldalakon már ugye szokásos életérzés rovat. Ezzel hogy különösebben nem foglalkozok, csak végig lapozom. Szokásos, ugye, Volkswagen história. A Scania története. Következő oldalon lapozunk egyet, akkor a Seat történetét ismerhetjük meg. Itt ezen az oldalon, illetve ezen a képen, Seat barcelonai gyára. Következő képen a Seat 600-as. És akkor így ennyi is az újság. Következő 64-es lapszámban pedig ugye a 3-as Golf variant lesz 93-ból, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas modell lesz. Szerintem sokan rá fognak repülni. Na, akkor ennyi volt az újság. Nézzük meg ezt a csodálatos modellt. Búrán keresztül is látható, hogy igencsak szépen részletgazdagon ki van alakítva. Hát ugye az újság elejéről lévő kép. Na, már nézzük is körbe. Nagyon szép ilyen sötét-zöld fényezést kapott, ami szép egységes, nagyon szép ilyen csillogó fényezése van, szép egységes, nagyon jól néz ki. És ahogy látom, minden apró részlet meg van rajta csinálva, ki van alakítva. Gyönyörű, gyönyörű darab. A felni az, hát, annyira jól nem sikerült, azért láttunk már ennél szebb felnit is, de
Nagyjából úgy mondjuk rá, hogy elmegy. Itt az eleje. Nagyon szépen ki van alakítva a lámpák. Fényszóró mosó, a Volkswagen embléma. Alul is ide a ködlámpa, ami szintén műanyag. És ott még a vonószemet is meg lehet figyelni, hogy ki van alakítva. Úgyhogy le a kalappal, egy gyönyörűen kialakított modell, ugye ugye különállóak az ablaktörlőlapátok, az ablakmosó fúvóka is meg van festve, körbe az ablakkeretek is megvannak. A beltér festett, ugye az ülések műszerfal szürke színt kaptak, tükör belső fele is megfestve. Azt próbálom meg mutatni, vagy megnézni, hogy a műszerfal megvan-e festve, de úgy látom, az nincs meg. Egyébként nagyon szép a beltere. Szépen át lehet látni így ennek a szürke fényezésnek köszönhetően. Nagyon szép. Kilincsek is szépen megvannak, és még a zár is megvan rajta festve. Nagyon szép itt az oldalindex. Alatta egy... Most hirtelen nem tudom kinézni, hogy milyen felirat van, de mindegy is. Most, hogy hozzáértem egyébként a tetősín is. Nagyon vékony műanyag, ez egyébként ez hamar letörhet. Itt a hátsó ablaknak ugye a nyitó fűja is megvan, ugye ki lehetett buktatni ezt az ablakot. A hátsó rész, lámpák elképesztően szépen ki vannak dolgozva. Szép, gyönyörű, hibátlan. Az emblémák is nagyon szépek. Charan TDI, az embléma is ott van, a Volkswagen embléma. Kilincs, gyönyörű darab. Minden részletében gyönyörű. Na, megnézzük mindjárt talpazat nélkül is. Na, és akkor így lenn látható talpazat nélkül. Sok kommentárt nem tudok fűzni, hogy a képek szerintem magukért beszélnek. Elképesztően szép. Talán picit tényleg ebbe a felni kialakításba tudok egy picit belekötni, hogyha nagyon kukacoskodni akarok, de egyébként tényleg elmegy. És hogy látom, még az ülések háttámlája is ki van dolgozva, ugye pohártartók, ilyen kis lehajtató kis asztalka volt rajta kialakítva, még az is megvan, még itt hátul is. Úgyhogy tényleg nagyon szépen, és minden apró részletre odafigyeltek. Hibátlan modell, azt tudom mondani, hogy egy hibátlan. Érdemes beszerezni, még aki esetleg nem tette meg. Hát a gumik azért picit csálén állnak rajta, de annyi baj legyen. Tehát ugyát megmutatom, gyönyörűen ki van alakítva. Hát az alja az már nem olyan egyedverűen szép kidolgozású. Itt azért egy kicsit el van nagyolva, elhanyagolva, de egyébként aki nem nézegeti az alját, teljesen rendben van. Hátsó kipufogó dobszakál szerint megfestve. Pótkerék az ki van alakítva, csak kár, hogy maga a felni nincsen megfestve. Ez még azért úgy feldobta volna, hogyha felni is meg lenne festve rajta. Úgyhogy összességében egy gyönyörű, szép, részletgazdag, nagyon aprólékosan, precízen kidolgozott modell. Tényleg nem tudok belekötni. Csak pozitívumot tudok róla mondani. Úgyhogy erre tényleg lehet mondani, hogy ez a modell megéri a pénzét. Tehát hozza a már a sorozattól megszokott színvonalat,
Úgyhogy gyönyörű. Tényleg csak ismételni tudom magam, mondja, hogy gyönyörűen kidolgozott. Nagyon-nagyon szép modell. Na, úgyhogy szerezzétek be, én ajánlom mindenkinek. És akkor ennyi is volt akkor ez a videó már, remélem, ha tetszett, iratkozzatok fel. Ha szeretnétek további tartalmakat is látni, akár ebből a sorozatból is. Úgyhogy tetszett, akkor lájkoljátok. Képeket dobok még majd fel a Facebookos csoportba. A linket beteszem a leírásba, úgyhogy nézzetek rá a Facebookra is, ha gondoljátok. Úgyhogy találkozunk legközelebbi videóban. Addig is nagyon-nagyon szép napokat kívánok nektek. Sziasztok!